Amikor először beléptem ide a Lánkvillába, rögtön az jutott eszembe, hogy milyen lenyűgöző társasági élet folyhatott itt a villa falai között. Ugye ennek a társasági életnek megvoltak a szigorú szabályai, mind viselkedés, mind öltözködés tekintetében. Ez alól sem volt kivétel a báli etikett. A bálozó hölgyek érkezéskor egy selyem zsinóron függő kis könyvecskét kaptak, és abba írták bele, hogy kinek melyik táncot ígérték oda a szünet előtt vagy szünet után. Az én kedvencem egy rózsaszín kis selyemborítású könyvecske, egy nagyon kecses kis rózsaszín ceruzával, ami 1876. januárjából származik, és a könyvborítóján, a könyvecskén pedig rá van írva, hogy csak szorosan.